És most a Levél nővéremnek első albumból a díszünnepét fogjuk hallani. Bereményi Géza mondja: a fölzabált fiatalság, a kitrancsírozott húsú fiatalemberek, akiknek a hentesek kímérik a húsát. Ebben a dalban szerepel Fáskertiné. Édesanyám főnökét hívták Fáskertinek. Cseh Tamás mondja: Erdélyben mindenütt ezt a dalt követelték. Idősebb asszonyok kiabálták be a címét. Valószínű, hogy Elena Ceausescu miatt. Halljuk, díszünnepé. Egy díszünnepé, hol kéz a kézhez ér, pompás alkalom, vágyamat most megvalhatom. Most Fáskertiné fülébe súghatom, drága asszonyom, jó lenne most nagyon-nagyon. Fáskertiné szavamra elpirul, közelebb nyomul, csípeje csípőből szól. Ifjú kolléga úr súgja és elpirul, szép is lenne mi réteken elbolyongani. Kering a díszterem, ő vele és velem kezünk játéka is jutalmat hoz. A szónok Fáskertét éppen most kifejti, hogy ifjú kollégáink beilleszkedtek, míg én Fáskertinét, a szónok szép nejét, forró mardosom, s a szemünk csip a szónokon. A piros hetes élesen vette a kanyar a Gellért térnél. A tömegben álló nő önkéntelenül is hozzám sodródott. 30-as, fakó gesztenye barna hajú vékony nő, erős levendula illattal. Aztán egyenesbe ért a busz, az utasok visszanyerték egyensúlyukat, és nekem még percek kellettek hozzá, hogy rájöjjek, már nem a kanyar, hanem a nő döntése szerint érünk egymáshoz. Illata az orromban, domborulata az ölemben, a pulzusom az égben, 18 éves voltam. Aztán zökkent a busz, nyílott az ajtó, és a Móri Zsigmond tér forgataga magába szippantotta ezt az angyalt, akinek az arcát sem láttam, csak az érintését itt az ölemben, ahogy a csípeje a csípőmhöz nyomult. Kering a díszterem, ő vele és velem, kezünk játéka is jutalmat hoz. A szónok Fáskerti éppen most kifejti, ifjú kollégáink beilleszkedtek, míg én Fáskertinét, a szónok szép nejét, forró markolom, s a szemünk csük a szónokon. Közlöm, hogy munkahelyem azóta változott. E bűnös viszony miatt mindegy, azóta már színházvezető lettem én. De néha még elkísér ez a régi érzemény.